A kedd esti meccs után a szerda délelőttöt nem a kosárpályán, hanem a nyíregyházi állatparkban töltötték a Nyíregyháza Blue Sharks játékosai. Az apropó pedig röviden, cápák fogadtak örökbe cápákat. Néhány héttel ezelőtt merült fel az ötlet a kosárklub részéről, hogy örökbe fogadják a homoki tigris cápákat, az állatpark pedig igent mondott a megkeresésre. Ez egy szép gesztus, állatot örökbe fogadni egy állatkertben, úgyhogy én azt hiszem, hogy ők ebből sokat profitálhatnak. Itt lesz a táblájuk a homoki tigris cápák mellett, mert kék cápánk ugyan nincs, de cápánk van több is, és aki erre jár, és elég sokan járnak erre, évente 500 ezer látogató, az látja, hogy van egy komoly kosárlabda csapat Nyíregyházán, egy olyan kosárlabda csapat, ami egyre jobb eredményeket szeretne elérni, és ezért mindent megtesz. A kékcápák szakmai igazgatója Sitko Jánő reményei szerint a csapat játékosai számára is motiváló lesz az együttműködés. Bízom abban, hogy nem csak egy évig, hanem tovább tudunk majd együttműködni, és tudjuk segíteni egymás munkáját. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan szintű létesítmény, mint az állatpark csatlakozik hozzánk, és az ő neve is egybeforhat esetleg a mi csapatunk nevével. Természetesen az nagy álom, hogy mi hasonló sikereket érjünk el a saját területükön, mint ők, de bízom benne, hogy a mi csapatunk is nem sokára az országhatáron túl is esetleg hírnevet tud majd szerezni. A nyíregyházi kosarasok szombaton egy streetball bemutatót tartanak az állatparkban, ahová dobóversenyre is várják az érdeklődőket.